A szovjet páncélosok elárasztják a várost. Az oroszok a katonai megszállással egyidejűen átveszik a politikai vezetést. Szolnoki főhadiszállásukon megbízzák Kádár Jánost, a kommunista párt első titkárát a kormány megalakításával. Czinner Tibor jogtörténésszel, a diktatúrák elnyomó gépezeteinek közismert kutatójával állunk itt a 301-es parcellánál. A kádári megtorlás, az elnyomás története valójában ehhez a helyhez, mint szimbolikus helyhez kötődik, tehát nem véletlen, hogy ez egy nemzeti emlékhely. Ha megnézzük a sírboltokat, a leggyakoribb évszám 58-59. Pontosan azok az évek, amikor az állambiztonsági hálózatok a lejáratás bomlasztás eszköztárát is elkezdték bevetni. 58-59 még a kádári megtorlásnak a fénykora, majd a későbbiek folyamán, amikor már nem a fizikai verés, nem az erőszak fog dominálni, akkor nyilvánvalóan ezek az állambiztonsági technikák kerülnek előtérbe. Nagyon sok ember életét tönkretették, akit nem tudtak megtörni az AVH börtöneiben, sokszor meg tudtak törni, mint például a Szalai professzor esetében is, a lejáratás módszerével. Ha nem megy így, akkor megpróbáljuk másképpen. Szalai életútja szimbolikus vele szemben, amit létezett, megpróbáltak elkövetni. Az irány másik oldala, hogy itt nem csupán Szalai Sándor, hanem a Szalai Sándorok történetéről szól ez a problematika, hisz a tudós társadalomnak egy nagyon jelentős részével szembe hasonló eszközöket alkalmaztak. Az emberek szempontjából, akik akkor éltek, ez iszonyú volt. Az operatív bomlasztás fogalma alatt a bűncselekmények megelőzését célzó operatív módszerek, leplezett és nyílt intézkedések összehangolt végrehajtását értjük, amelyekkel az a szándékunk, hogy a feldolgozás alatt álló ellenséges célzatú csoportokat rábírjuk arra, hogy végleg álljanak el a tervezett bűncselekmény végrehajtásától. Az ilyen úgynevezett laza csoportosulások bomlasztását szükségessé teszi az, hogy tagjainak politikai nézete, erkölcsi felfogása az őket érő ellenséges politikai hatások eredményeként később alapja lehet a rendszerünket súlyosan veszélyeztető bűncselekményeknek. Az elszigetelés során alkalmazott módszerek és intézkedések egyes személyek leválasztását is eredményezhetik az aktív ellenség oldaláról. A lejáratás fogalma, ez mint ilyen, mint terminus technicus, ez 56 után jelenik meg először. Az értelmiségnél szerintem olyan, ilyen típusú közösség nem volt, akivel szemben, vagy egy-egy tagjával, vezetőjével szemben ezt a fajta lejáratási és közösségbomlasztási technikát ne alkalmazták volna. Gépészsel nem lehet túlélni ezt a korszakot, vagy nem lehetett túlélni, ha te állandóan azt vizsgálgatod, hogy ki az ügynök, ki nem. Feleségek, barátok, munkatársak voltak körülötted beépítve. Egészen különös esetem volt, 84-85-ben jött egy fegyvermester, vasárnap délfelé érkezett. Fél óra múlva kiderült, hogy mindent tud rólam, aztán később meg is találtuk a jelentéseit. Mi szakmánk nagyon ősi szakma, második helyen áll. Tudja, hogy ki az első. Én itt a 5. emeleten dolgoztam, a tábornok úrnak, a horvát tábornoknak ezen a felén volt a szobája. Jártunk arra bizonyos iskolára csopakon. Célszerű lehet a csoport tagjai közé bevezetni olyan kipróbált, megbízható ügynököt, aki személyi tulajdonságainál fogva és az operatív tisztáltal helyesen meghatározott magatartásával meg tudja szerezni tekintélyét és befolyását a feldolgozás alatt álló személyek előtt. Az ilyen tulajdonságokkal és lehetőségekkel rendelkező beszervezett és bevezetett ügynök alkalmas arra, hogy magatartása és befolyása alapján bomlassza a csoportosulást és annak egyes tagjait távol tartsa az aktív ellenséges tevékenységtől. Lehetett látni egy-egy csoportba, és annak adtak egy fedőnevet, olyan tevékenységet folytattak, ami a parancsok alapján üldözendő volt a népi demokratikus, tehát a párt részéről. Feldolgozták besugó útján, az összes anyagát ellenőrizték, például leveleit felbontották, technikát vezettek be a lakásába, stb.
A világ minden titkosszolgálata ilyen eszközökkel dolgozik. A különbség abban van, hogy egyrészt törvény által kontrollált módon teszi-e, illetve hogy ezt valóban az állam ellenségeivel, terroristákkal, szélsőségesekkel szemben alkalmazza, vagy másként gondolkodó emberekkel. Egy jogállamba, ahol meghatározott keretek között dolgozhat, és dolgozik, igen, a nemzetbiztonság, vagy Németországban az alkotmányvédőhivatal, igen, dolgozik. De nálunk kimondta meg, proletár diktatúra. Ügynöki úton politikai ellentéteket alakítunk ki a csoport tagjai és vezetője között. Ezt úgy érhetjük el, hogy az ügynök a csoport egyes olyan tagjaival, akik egyébként sem bíznak a vezetőben, vagy nézeteltérésük van vele, fokozatosan közöl a vezetővel kapcsolatban olyan körülményeket, amelyek alkalmasak arra, hogy azok kiábránduljanak belőle, csalódjanak benne, elforduljanak tőle. Én elmeséltem a gyerekeimnek is ezeket a történeteket, azt mondták, hogy apa, ezt te kitaláltad. Ez ilyen nincs, hogy az Ádámot tolom babakocsival, és megáll mellettem a rendőrautó, és azt mondta, hogy rohadj meg a gyerekeiddel együtt, és továbbhajt. A magánszférát lehetett valójában így górcső alá vonni, és gyakorlatilag így mindenkiről, mindenfajta információval, szinte mint egy puzzle-t összerakva, lehetett a rossz és a jó híreket tovább gombolítani. Társadalomlélektani törvényszerűség, hogyha van egy zárt közösség, annak vannak meghatározó személyiségei, azokat amortizálom, lejáratom, akkor el fog kezdeni erodálódni, szétesni maga a közösség vezető hiány. Tehát erre a mechanizmusra mindig is építettek. Akit ezzel járattak le, szigeteltek el a barátaitól, ítéltek magányra. Ezeknek az embereknek mai napig nem szolgáltattunk igazságot. Itt nagyon sokszor szoktunk beszélni mi mártírokról, szoktunk beszélni áldozatokról. Egy dologról nem szoktunk beszélni. Azokról a hozzátartozókról, azokról a gyerekekről, azokról a feleségekről, nagyszülőkről, akik között ez a métej hatni tudott. Szalai Sándor nemzetközi hírű szociológus, filozófus, politikus, a hajdani Szociáldemokrata Párt baloldali frakciójának tagja. Ő is híve volt a kommunista párttal való 1948-as egyesülésnek. A II. Világháború után felállított népbíróságon még a vádló oldalán ügyészként vett részt a Bárdosi László miniszterelnök elleni eljárásban. 1950-ben, a Szakasics perben, koholt bizonyítékok alapján már a vádlottak padján találja magát. Belügyminisztérium, feljegyzés, szigorúan titkos. Dr. Szalai Sándor párton kívüli volt egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Az alábbi megbízható, ellenőrzött adatokkal rendelkezünk róla. Dr. Szalai az ellenforradalom idején tagja volt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkari Forradalmi Bizottságának. Dr. Szalai Sándor a rendszerellenes erők egyik vezéralakja volt az egyetemen és a Magyar Tudományos Akadémián. Szoros kapcsolatban állt a Mérei Feketeféle illegális revizionista szervezkedés tagjaival, elsősorban Mérei Ferenccel, a szervezkedés egyik vezetőjével. Szalai Sándor rendszeresen tesz az ellenforradalmat dicsőítő, a Szovjetuniót és a párt vezetését gyalázó kijelentéseket, és a kijelentéseket csaknem valamennyi beszélgetésében megismétli. Több személy jelenlétében nem egy esetben trágár szavakkal gyalázza a Magyar Népköztársaság állami és társadalmi rendjét. Ezekben a kijelentéseiben gyakran szerepel a Szovjetunió belső helyzetének ellenséges hangnemben való taglalása. Politikai nézetei és célkitűzései az alábbiakban összegezhetők. A polgári demokráciához való visszatérés, az oktatás vonalán pedig szellemi liberalizmus. Szalai Sándor magatartása és megnyilvánulásai hosszabb ideje ellenséges szembenállást és propaganda kifejtését mutatja. A fentiek alapján javasoljuk Dr. Szalai Sándort a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagságától megfosztani, valamennyi állás és tisztségviselésétől eltiltani. Szalai egy rendkívül szuggesszív ember volt. Rendkívül érzékletesen, színesen fogalmazott, meggyőződve a maga igazáról, szónokolt, nagy hatású személyiség volt. Állambiztonsági nézőpontból egy ilyen ember az veszélyes, mert másokat, akik esetleg gyávábbak, hallgatagabbak, kevésbé akarnak konfrontálódni az adott viszonyokkal, azokat is állandóan maga mellé állít, fölráz, esetleg az ő példáját követve állnak rá egy olyan pályára, ami az akkori hatalom szempontjából nem volt kívánatos. 56-ot követően azért volt egy állambiztonsági gyakorlat. Szocdemeket még egyszer perbe vonni.
nem lehet. Velük szemben csak ezeket az állambiztonsági módszereket lehet alkalmazni. Belügyminisztérium, Budapest, 1958. január 3-a. Különösen fontos. Javaslom dr. Szalai Sándort a 3/R rendszabály segítségével ellenőrzés alá vonni. A beépülést az alábbiak szerint javaslom végrehajtani. A ház tervrajzát a 2/10 osztály megszerzi és a szükséges technikai eszközöket biztosítja. Szalai jelenleg 10 nap szabadságát tölti a Mátraházai Akadémiai Üdülőben. Nevezett személy alatt lakik Bárdos Endre elvtárs, aki a budapesti politikai nyomozóosztályon csoportvezetőként dolgozik, lakását rendelkezésünkre bocsátja, és a beépülést a padló, illetve a plafon átfúrásával hajtjuk végre. Zima Péter rendőrfőhadnagy a 2/10 osztály beosztottjaival a lakásban tartózkodik, elvégzik a telefon javítását, ezzel egy időben mikrofonpróbát is tartanak. Szalai Sándor megbecsült tagja volt a korszak egyik meghatározó ellenzéki csoportjának, az úgynevezett Mérei Körnek. Barátai közé tartozott többek között az író Száva István, a táncművész Szekérné Hajós Klára, a történész Perjés Géza. Az újságíró Korányiné Erki Edit. Ők mind fontos figurái lettek annak a sakjátszmának, amelyet az állambiztonság indított a forradalom leverése után. Az az aljassági faktor, ahogy a politikai rendőrség az időtáj dolgozott, az minden képzeletet felomul. Valami féligasságot mondtak a hálózatnak, az elmondta bizalmasan az illető személyről, hogy te tudtad azt, hogy más feles? Elkezdték terjeszteni a legkülönbözőbb módszerekkel, telefonhívásokkal. Amikor ilyen rágalomáriák elindulnak, és már egymás között beszélnek, a lehallgatási anyagokból ismerjük ezt, hogy már úgy veszik, mintha ez teljesen komolyan történt volna, mintha tényleg ő ügynök lett volna, ennél hihetetlenebb dolog kevés van. A lejáratás kipróbált eszköze volt az előre megtervezett hamis telefonos áthallás. Ilyenkor az állambiztonság szakemberei egyszerűen bejátszottak egy előre rögzített, eljátszott beszélgetést akkor, amikor a manipulálásra kiszemelt célszemély éppen telefonált valakivel. Szalai esetében még a meglehetősen életszerűtlen állambiztonsági dialógus forgatókönyve is megmaradt. A lényeg a bárgyú beszélgetés közepén következett. Hát én tegnap megtudtam egy nagyon furcsa dolgot. Mit hallottál vele kapcsolatban? Igen. Azt hallottam, hogy ez a Mérei nagyon jóban volt a Szalaival. A Szalai Zsanyjal. Az akadémikussal. Igen. És a Szalainak köze van, hogy a Mérei bekerült. Ezt nem értem, úgyhogy köze van. Azt tudtam, hogy nagyon jóban voltak az egyetemen is. Még arról is beszéltek, hogy már a börtönben is kedvezményekben részesült. Most már értem. Tehát ez borzasztó. A legjobb barátja volt. Ezt honnan tudta? Hát nem régen szabadult valaki, aki hozta a hírt. Ezt részletesen el kell, hogy mondd nekem. Nagyon érdekel. Nyilvánvalóan érdekelte azt az embert is, akinek ezt a beszélgetést címezték. Kulcsfontosságú volt, hogy minél többen megkapják és továbbadják a vádat. Levélben, telefonon, magánbeszélgetésben, a rácsok mögül. 1959. május. Intézkedési terv dr. Szalai Sándor lejáratására, baráti körétől való elszigetelésére. Mérei és társai ügyében jelenleg letartóztatásban lévő Kelemen Imre alkalmas arra, hogy üzenetet küldjön Szalaival kapcsolatban. Kelemen az üzenetet feleségével történő beszélőt felhasználva az általános beszélgetésükbe beleszőve küldené ki. Az üzenet szövege a következő. Mondd, a Szalai kint van? Hát az egy aljas gazember. A Feri mennyire megbízott benne? Ne álljatok szóba vele. A beszélő megtörténte után két heti időtartamra Kelemen Imréné telefonján bevezetjük a 3/A módszert. Kelemenné az üzenetet elsősorban az őrizetbe vettek hozzátartozói felé tudja terjeszteni. Volt egy állandó technika, ezt minden általam ismert esetben alkalmazták. Teremtettek egy szituációt, elindítottak rendszerellenes felforgatás gyanújával egy nyomozást, behívták őket sorozatos kihallgatásokra, kivéve
azt az embert, akit gyanúba akartak keverni. Ő kimaradt. Szalai lejáratására baráti köréből legalkalmasabbnak Peri és Géza tanú kihallgatása látszik. Periest már egy alkalommal a fővárosi hadkiegészítő parancsnokságon kikérdeztük. Periest az alábbi kérdésekre javaslom kihallgatni. Kinek számolt be ön részletesen a fővárosi kiegészítő parancsnokságon történt kihallgatásáról? Mit mondott el? Miért volt önnek kellemetlen Szalai nevének említése a fővárosi kiegészítő parancsnokságon történt kihallgatásakor? A meghatározott kérdések alapján Szalai neve sűrűn fel fog vetődni Periest kihallgatásán. A Periest Gézában felkeltett gyanút elsősorban Szalai tanítványai felé tudjuk terjeszteni. Az állambiztonság mesteri pókhálót szőtt, de a munka nagy részét a csoportba beépített, vagy onnan beszervezett, berántott ügynökök végezték. Ezeknek a belső embereknek el kellett érniük, hogy politikai ellentétek alakuljanak ki a társaságon belül. Meg kellett keresniük a kulcs személy kritikusait, vagy azokat, akiknek nézeteltérésük volt vele. Meg kellett találniuk a gyenge láncszemeket, és el kellett őket halmozni hamis, vagy csak részben megalapozott információkkal. Ők voltak a kulcsfigurái ezeknek a játszmáknak. Erre a szerepre tökéletes volt a Szalai baráti körébe tartozó Korányi Tamásné Erki Edit, aki Hamvas Judit néven jelentett az állambiztonságnak. Az újságíró fedőneve számos más ügyből visszaköszön. A történeti hivatal iratai szerint Mérei Ferencék letartóztatásában és elítélésében is kulcs szerepe volt a jelentéseinek. Erki Editet 1957. novemberében szervezték be, akkor, amikor az Egyetemi Forradalmi Bizottság vezetői ellen folytattak vizsgálatot az 56-os ügyekben. Bevitték a Gyorskocsi utcába, majd 5 nap múlva kiengedték. Tartótisztje az a Hollós Ervin volt, aki a Belügyminisztérium politikai nyomozó főosztályán a belső reakció elleni harc osztályát vezette. Erki hasznos munkát végzett az állambiztonságnak, és később a rendszerváltás után sem lett számkivetett. A fővárosban domborműves emléktáblával idézik meg Józsefváros múltjának szeretetteljes kutatójának és terjesztőjének alakját. A Szalai fejére olvasott ügynökvád elterjesztésében talán még nála is fontosabb szerepet játszott a szintén számos ügyben felbukkanó Sipos ügynök, azaz Sós Endre. Az íróként és újságíróként is ismert férfi 1957 és 1965 között a zsidó hitközség világi vezetője volt. 1967-ben autóbalesetben hunyt el. Beszervezése körülményei jó részt ismeretlenek, jelentéseit, aktivitását, történetét vizsgálva könnyen elképzelhető, hogy meggyőződéses ügynök, azaz titkos megbízott volt. március 20. Sipos jelenti. Azt az utasítást kaptam, hogy próbáljam egy-két személy előtt gyanússá tenni a magát hangos ellenforradalmárnak megjátszó dr. Szalai Sándort. Beszélgettem Szalairól Száva Istvánnal, aki, pedig virágnyelven kezdtem a diskurzust, perceken belül közbevágott. Már a börtönben elterjedt Szalairól, hogy spicli. Már ott tudtuk, hogy beszervezték. Sok kivételben is részesült, most is spicli, és most is kivételeznek vele. Azért mer pofázni. Voltak olyan emberi tulajdonságai, ami alkalmassá tette arra, hogy ezen a módon le lehessen járatni. Túl bátor, túl szókimondó, mindig is nagy volt a szája. Hát hoppá, én nem vagyok olyan bátor. Most szégyelni kell magam? Hát dehogy kell, ő azért lehetett ilyen bátor, mert ügynök volt. Ugye mindenki így reagál. Néhány nappal ezelőtt véletlenül találkoztam Jós Kázmérné Hajós Klárival, mikor az asszony elmesélte, hogy megint gyakran van együtt dr. Szalai Sándorral. Megkérdeztem a nőtől, hogy nem találja-e gyanúsnak Szalai életkörülményeit. Mit gondol, miért nem indult Szalai ellen bűnvádi eljárás az 1956-os dolgai miatt? Miért maradt meg az egyetemi elbocsátása után is a régi, nagy tanári fizetése? Miért kapott rádió előadásokat? Miért merészel úton útfélen ellenforradalmi kijelentéseket tenni? Egy nappal e beszélgetés után Hajós Klári felhívott. Kijelentette, hogy folyton arra gondol, amiről beszéltünk, és ma már sok mindent világosabban lát.
Úgy nyilatkozott, hogy Szalaitól mindenki telik, és mindennek az ellenkezője is. Nem lepődne meg azon sem, ha kiderülne Szalairól, hogy áll ellenforradalmár, és mindenre kapható. Neki már régen érthetetlennek tűnik fel, hogy miért merészel Szalai állandóan ellenforradalmárok között forogni, és miért tartóztatják le sorra Szalai barátait, csak éppen őt nem. Utasítást kérek, hogy folytassak-e további ilyen irányú beszélgetéseket még egy-két emberrel, és főleg tartsam-e felszínen ezt a témát Hajós Klárival, aki megint rendszeresen találkozik Szalai Sándorral. Szalai természetesen tudta, hogy megfigyelik. Bár Sipos és Hanvas ügynök is jól dolgozott, végül egészen biztosan lebuktak a szociológus előtt. Erről árulkodnak a jelentések, és az a tény, hogy a 60-as években már másokat állítottak Szalaira. Hanvas, azaz Erki Edit, saját jelentése szerint közelebbi nexusba került Szalaival. Az iratok szélsőséges, közeli, mégis bizalmatlan kapcsolatról árulkodnak. Nehéz kiigazodni a veszekedések, évődések, sértődések és megbocsátások sorozatán. Különösen abszurd az a jelentés, amelyben Korányiné felháborodik azon, hogy Szalai azt terjeszti róla, besúgó. Budapest 1958. október 9. Hanvas Judit jelenti. 1958. október 8-án Szalai Sándor felhívta telefonon Korányi Tamásnét, hogy feltétlenül kell vele sürgősen beszélnie. Szalai közölte, hogy nagyon szeretné, ha Korányiné választ adna arra a kérdésre, kik azok az emberek, akik beszélni tudnának esetleg az ő belső életéről, véleményeiről, vagy nincs-e valami diszkrét ügye, amit titkol. Szalai hosszabb, összefüggő fejtegetésekbe bocsájtkozott, hogy ő nem akárki, őt sok embernek a sorsa érdekli és érinti. Hiába dolgozik az ÁVÓ 2000 főnyi apparátussal, nem ér az egész semmit. Nekünk úgy szólván nincsenek eszközeink, mégis mindent megtudunk. Ha én tanulmányozok egy-egy feljegyzést, és osztályozom az adatokat, és elgondolkodom, hogy hogyan juthattak azok illetékes helyre, akkor gyakran nálad kell megakadnom. Hozzád futnak a szálak. Tehát vagy te mondtál el dolgokat, talán megijedtél, amikor bent voltál. Korányiné azt válaszolta. Nézd, Sándor, nekem a te őrültségeidből elegem volt. Ha tudtam volna, hogy ezért hívsz, nem jöttem volna. Nem szégyelled magad? Felnőtt férfi létedre egy ilyen csúnya felelőtlen játékot játszol. Agyrémeid és hisztériás rohamaid a legkevésbé sem érdekelnek. Úgyhogy, ha megengeded, most elmegyek. Szalai Sándort valószínűleg élete végéig megfigyelték. A szociológus 1983-ban halt meg, de jellemző a rágalom hatására, hogy sokan máig ügynöknek hiszik. Hatott az agymosás. Aki célszemélye volt ilyen típusú rágalmaknak, az nagyon nehezen tudta magát tisztára mosni még a rendszerváltás után is. 2011-12 magasságában ülök a repülőn, megyek Brüsszelbe, és ül mellettem egy nagyon régi ismerősöm, egy szociológus, aki még ott Szalait ismerte jól, tehát szociológiai intézet és akadémia és egyéb berkekbe, és kérdezi, hogy hát mit csináltok most a Hanvas intézetben, mondom, hogy én konkrétan ezen a füzeten dolgozom, teljesen megkövül, és azt mondja, hát ne viccelj már, hát a Szalai besúgó volt. Mondom, nem érted? Pont arról írok most, arról szólnak a dokumentumok, hogy nem volt besúgó, hanem ezt akarták róla elítetni. 2011-ben egy olyan emberrel, aki egyébként egy értelmes ember, nem tudtam elfogadtatni azt, hogy ezek a dokumentumok mit sugallnak, és egy olyan emberre hivatkozik, mint hírforrásra, aki hivatalánál fogva is evidensen a legszorosabb kapcsolatban volt a BM és az MSZNP legmagasabb köreivel, tehát nyilván részt vett a beteljesítésében ennek a lejáratási akciónak, tehát ezek nagyon-nagyon nehéz ügyek. Ez a Hanvas Béla Kultúrakutató Intézet székháza. Messze nem ez a legnagyobb múltfeltáró és értelmező intézmény, de talán itt nyúlnak a leghitelesebben az elmúlt 60 évünk történelméhez. Szerintem. A Hanvas Intézet kutatásában az igazi unikum, hogy 1956-tól a rendszerváltásig, sőt még azon túl is egyazon szemszögből vizsgálta meg a lejáratás és bomlasztás módszerének állambiztonsági alkalmazását. Fókuszba állítva ennek a titkosszolgálati módszernek a speciális mechanizmusait,
kifinomult és rendkívül aljas lélektani eszközeit. Akit nem tudsz legyőzni, zúzd szét a becsületét és fordítsd ellene az elf barátait. Ilyen egyszerű ez. Szalai Sándor történetéből, de ezekből a belügyminisztériumi iratokból is látszik, milyen kitűnően bomlasztottak az elftársak. Ez egy 1964-es jelentés a reakciós ellenséges erők mozgásáról. Itt van egy terjedelmes lista sok-sok ma is ismert névvel, azokról, akiket le kell járatni, egymás ellen kell fordítani. Most pedig jöjjön egy alternatív művészcsoport története. Az ő bomlasztásuk, vagy ahogy fogalmaznak, a személyi ellentétek elmélyítése még egy 1988-as munkatervben is fontos feladat volt a pártállamtitkosszolgálat 3x3-as csoportfőnökségén. Az elnyomás a világon örökre megszilárdulva nem lehet. Nagy Imre és Batthyány Lajos egy grafikán, amelyet az Enkönű csoport készített a 80-as évek első felében, az állambiztonsági szolgálatok levéltárából. Ebből is látszik, hogy a szolgálatok kitüntetett figyelmet viseltek az Enkönű csoport iránt, és annak az ellenzéki csoportnak a lejáratására, megfigyelésére, amelynek Lacik Erika és Molnár Tamás is tagja volt. Egyfajta ellenkultúrát képviseltünk, olyan fajta művészeti tevékenységet, amely nem volt divat a kádári acéli országban. Tiltott kategóriába tartoztunk, mélarttal foglalkoztunk, külföldre leveleztünk, ami súlyos bűn volt akkoriban, külföldi művészekkel tartottunk kapcsolatot. Másrészt pedig olyan akció művészetet csináltunk, az emberi elnyomásról, a kiszolgáltatottságról szóltak ezek, és hát ugye ránk állították idővel a belső elhárítást. Eléggé jóba voltunk az Enkönűsökkel, mert ők is a radikálisabb szárnyat képviselték. Annak idején, a 80-as években Krassót tiszteltük nagyon. Krassó volt az, aki nekünk nagyon sokat beszélt a forradalomról. A 301-es parcellát, hogy megtaláltuk, azt is Krassónak köszönhetjük. A kopjafákat, amelyek ma is ott találhatók reményeim szerint a 301-es parcellában, ezt mi faragtuk meg. Az első őskopjafát 88-ban, az egy szűk körben felállított emlékoszlop volt. Rácz Sanyi bácsi volt ott, és még néhányan, talán 10-20-an. Erős rendőri felügyelet mellett, akkor egy szemétdomb volt még a Nemzeti Sírkert helyén, és aztán elhatároztuk teljesen önként és önszántunkból, de Gyuri segítségével, hogy méltóképpen megemlékezünk az ott elföldelt hősökről, és 300 kopjafát állítottunk föl. És hát ez volt a mi utolsó búcsú fellépésünk, mint Enkönű, mert a temetés után, miután bennünket teljesen mellőztek minden fórumról, és hát nagyon sokan meg akarták akadályozni, hogy létrejöjjön ez az emlékhely, akkor lényegében az Enkönű feloszlott. Szülői háttérből érkeztem, egy kulák családból, akiket kisemmisztek. A kommunizmus az nálunk ilyen szörnyű dolog volt, szinte minden családtagon bebörtönözték. Az én nagypapám, akinél ott voltam, mind a két nagyapám, Szabad Európát hallgatott éjszaka. Ez gyerekként nagyon furcsa volt, hogy egy felnőtt miért hallgat egy ilyen különös adót. Én ugye könyvtárosként kezdtem az életemet, megismertem 56 pártállami történetét, és aztán egyre több olyan folyóirat, könyv került a kezembe, amelyben kiviláglott, hogy ez egy szörnyű diktatúra, és borzasztó véresek az alapjai. Mindig is azt mondtam, hogy 56 a Achilles pontja a rendszernek, azon keresztül lehet megbuktatni. Az Enkönű csoportot 1978. május 1-én alakítottuk meg. Fiatalként Szolnokon kezdtük az úgynevezett ellenállást a rendszerrel szemben. Egyből ez lett a nevünk, hogy Enkönű, ez egy francia szó, amit akkoriban a posta használt. Az ismeretlen küldeményekre ráütötték francia, hogy Enkönű. És visszavitték aztán a feladónak. Akinek címezzük, az egy kamu, egy
fiktív cím, és a feladó nevébe írtuk oda, hogy mit tudom én, Olaszország ez és ez, tehát a valódi címet a feladó helyét. Egyáltalán a mi nevünk nem szerepelt rajta, a posta elvitte, mivel nem talált ott senkit, rájutott, hogy Enkonnő, és visszavitte a valódi címre, ahova mi szántuk a levelet. Tehát egy ilyen varga betűvel eljutott a küldeményünk végül is a művészekhez, mindaddig, amíg rá nem jött a rendőrség, mondjuk elég hamar, és aztán Brahiból különböző feladványokat tettünk a postán. Például iszonyatos büdös dögöt becsomagoltunk egy csomagba, és írtuk, hogy na ezt nektek szagoljátok. Szolnok megyei rendőrfőkapitányság, 3x3-as osztály, szigorúan titkos. Intézkedési terv az Enkönnyű egy című kiadványügyében. Bizalmas nyomozást rendeltünk el társadalomra veszélyes csoportosulás szervezésének, továbbá a párt általános és kultúrpolitikájával szembeni fellazító, ellenséges tevékenység gyanúja alapján Bokros Péter és Molnár Tamás ügyében. A keletkezett információk alapján megállapítást nyert, hogy a csoport művészi tevékenysége fokozott társadalmi veszélyességet rejt magában. Előadásaik szélsőségesek, szadista, mazohista motivációkkal. A csoport nem csak hivatalos szervekkel, hanem a kultúra és erkölcs egészével szembefordul. Megismertük Rassót, aztán Rácsanyi bácsit, és nekünk ez a fajta tisztesség, ez a fajta makacság, elszántság, ez nagyon tetszett. Ugye 25 éves voltam én is akkor. Ez egy nagyon kemény csata volt, itt vállalni kellett dolgokat. Matekot tanítottam a Marx utcában Kispesten. Ez egy rövid utca volt. Egész délután minden tanítványomat igazoltattak a rendőrök. Az utca mindkét végét lezárták. Le akarták a szülőket meg a gyerekeket beszélni arról, hogy hozzám járjanak matekra. Lehallgatták lényegében a munkahelyünket, bepoloskázták a lakást, amely véletlen jöttünk rá. A szülők meglátogatták az albérletünket, ahol éppen 4-5 ember szerelte a telefonvezetékeket és a poloskákat. A Szolnok megyei telekkönyvi hivatalnál lévő hivatalos kapcsolatunkon keresztül Molnár Tamás lakókörnyezetét pontosítjuk. Szomszédainak, lakótársainak priorálását végrehajtjuk. Molnár Tamás lakókörnyezetének ellenőrzése után mérlegeljük a lakásba való technikai beépítés lehetőségét. Krasó azt mondta, az ügynököket meg kell tartani, mert hogyha egy másikat küldenek helyette, akkor nem biztos, hogy észrevesszük, és akkor átvernek minket. Például Mózes Lajos egy költő volt. Mindig piás volt, ők hárman mindig voltak piás együtt, volt, besugó de mind a három besugó volt. De igen, de nagyon kedves volt. Hát például engem imádott, hogy te hogy tudsz írni. És az ember ugye föl se merült, hogy egy ilyen piás, ilyen széthullott figura, vagy akár a Mikes Tamás is ügynök. Nem is beszélve a legjobb barátunkról Szolnokon, hogy ügynök. Életveszélyesen is megfenyegettek nem egyszer engem is. Először városi szinten volt munkavállalási tilalom ellenem, aztán később országos szinten is. Olyannyira ellehetetlenítettek bennünket, hogy az Enkönnyű csoportnak lényegében a magja felköltözött Budapestre. Csak azokkal röplapoztunk ilyen kondisok, mert többször volt, hogy éjszaka megszórtuk Pestet, vagy matricákat ragaszgattunk, aki hasonszőrű volt, mint mi. Például nagyon jó barátunk voltak a CPG-sek, vagy lejártunk a fekete lukba a pankokhoz. Ilyen egyszerű gyerekek, akik utálták a rendszert, mert jól elkalapálták őket, de sokkal jobban megbíztunk bennük, például, hogyha valami illegális meló volt, mint hogy beszéljünk róla. A Krassó, csak egy rövid történet róla is, felmentünk hozzá, ki kell menni a WC-be, húzgálta a WC-t, és ott suttogtunk, meg írkáltunk egymásnak. Tehát a Krassó lakása, az úgy be volt poloskázva, hogy ez nem igaz. Na most ezt ki is használtuk, mert sokszor mondtuk, hogy na akkor ide megyünk, oda megyünk, teljesen vakvágány, tehát a dezinformáció az a részünkről is folyt. Tehát egy nagy egér, macskaegér harc volt a rendőrség, és köztünk. Néha kocsis, mesterséges autós üldözés produkáltunk, hátizsákba vittünk, egy nagy csomó népszabadságot, hogy kövessenek, miközben valaki, egy társunk csinálta a valódi illegális munkát. Mindig voltak úgynevezett tanácsadók körülöttünk, de nem az Enkönnyű csoporton belül, hanem valaki kívülről, aki megtudta, hogy mire készülünk, röplapoztunk. A Blahán nem is tudom ki, valaki odajött, és azt mondta, hogy ez értelmetlen, hiszen itt ebből úgyse lesz semmi. Tehát valaki lebeszélt
bennünket a további akcióról. Az Amatőrök Fedő nevű nyomozás keretében ellenőrizzük az Enkönnyű csoporttól különvált, úgynevezett alternatív kulturális központ keretében tartott összejöveteleket. Az intézmény vezetőjének pozitív irányú befolyásolására készített kombinációs tervünket végrehajtjuk. Törekszünk személyének lejáratására alkalmas, nem politikai jellegű kompromittáló adatok felderítésére. Kombinációs tervet dolgozunk ki az Enkönnyű csoport tagjai körében jelentkező személyi ellentétek elmélyítése érdekében. Fiatalok voltunk, és lehetett is bennünket azért irányítani. Volt ebben néha jó szándék is, mert nem egyszer bevittek engem is a Tímár utcára, a 3. kerületi rendőrkapitányságra, és volt olyan, aki nem is tudott magyarul, tehát nyilván KGB-s lehetett, kihallgattak, amikor a gyermekem született, és mondta, hogy lehet dolgokat csinálni, meg ez egy szabad ország, ez mondjuk 88 után volt, de azért fogjuk vissza magunkat, mert nem lesz ennek jó vége, Molnár úr. Tehát volt a rendőrségről is, de ugyanezeket a hangokat, szirén hangokat hallottuk az ellenzéken belülről is. A belső elhárítás 88-as munkatervében szerepel, hogy be kell indítani egy égfedő nevű kombinációt. Mert ugye nem mindig lejáratásról van szó, hanem a bomlasztásnak vannak más formái is. Ez ilyen no man is to man, tehát mint a neve is mutatja, hogy ék. A lényege az volt, hogy éket kell verni a népi és az urbánus értelmiség közé. Ez kulcskérdés volt az ő szempontjukból. Ez a bomlasztás nem csupán abban az értelemben jelenik meg, hogy az akkori szerveződő friss ellenzéki csoportosulásokban kik vannak benne. És teljesen mindegy, itt mondhatom az MDF-et, ahol a debreceni alakuló közgyűlésről volt, aki jelentett, később öngyilkos lett az illető, aki jelentett. Szinte nincs olyan hely, ahol ne lettek volna beépített emberek. Mikor gombamódra minden héten egy-egy újabb szervezet, meg mi egymás. Azért nyomták rá a belső elhárítást, hogy a párt mindenről tudni akar. Előtérbe helyezzük a különböző politikai platformon tevékenykedő csoportok egységtörekvési kísérleteinek megelőzését és akadályozását. A különböző irányzatok közötti nézeteltérések, érdekkülönbözőségek fokozását, a kialakult ellentétek elmélyítését. Közeledésük akadályozása érdekében az Ék 87 fedő nevű hálózati kombinációt végrehajtjuk. Jóvá hagyom, Harangozó Szilveszter, miniszterhelyettes. 88-ban kitaláltuk, mert mindig milyen ilyen kitalálós fiúk voltunk, hogy követeljük a Kossuth címert vissza a Vörös Csillag helyett, és a Bazilikánál volt a körmenet, és a körmenetben valami, nem tudom, 2-3 ezer darab ilyen kis szórólapot szétszórtunk, és akkor is az ellenzéken belül jelentek meg a hangok, nagyon érdekes, hogy jaj, hát ez a Kossuth címert, ez olyan snosz. Lakitelki értelmiségi körökben, bizonyos besúgókon keresztül, akik megkapták ezt a feladatot, el kellett hitetni, hogy a másik társaság, a urbánusok, monoriak, nevezzük, hogy akarjuk, hogy ezek őket bőgatyás, mucsai, bunkónak tekintik. Az urbánus értelmiség körébe el kell hitetni, hogy ezek antiszemiták. Meglévő dolgokra kellett ráerősíteni, a sérelmekre, frusztrációkra, és az ék, mint neve is mutatja, az ékverés, ugye, az megvalósult. A későbbi ügynök barátunk bemutatott, elvitt lakitelekre. Ott gyűltek össze a népi írók. Én ugye a Jakkot sokat ismertem, tehát a József Attila Körösöket, az egy radikálisabb rész volt, és a csengeivel egy kölcsön szimpátia alakult ki. Amikor én először ott megjelentem, engem nem nagyon kedveltek, mert tudták, hogy akkor már Pesten éltünk, és hogy az akkori urbánus ellenzékhez tartozunk. Bizalmatlanok voltak velünk ők is, mint ahogy mi is velük. Egy nagy vitám is volt lakitelken velük, mert ők azt mondták, hogy nem szabad ilyen gyorsan neki menni a falnak, és hogy szép, lassú átmenet kell, ahol majd béke lesz, és fogjunk kezet, mondom, nem lehet kivel kiegyezni, ezek gyilkosok. Ezek 100 millió halott van a kommunizmus mögött. Kivel akartok ti kiegyezni? Nekünk nagyon nem tetszett sok-sok ellenzéki, akkoriban ismert ellenzéki személyiségnek a pártállami kötődése vagy múltja, amely egyrészt családi jellegű volt, másrészt pedig hát nagyon sokan egyfajta reformkommunista irányhoz tartoztak. Ha visszagondolunk a rendszerváltás óta eltelt évtizedekre, az, hogy a kommunistákat, a posztkommunistákat nem sikerült igazán legyőzni és visszaszorítani, annak az az oka, hogy az antikommunista, rendszerváltó, nevezzük, ahogy akarjuk, elit, megosztott pontosan ennek a törésvonalnak a mentén.
Végvári Józseffel, egykori állambiztonsági őrnaggyal állunk itt az Alkotmányvédelmi Hivatal előtt, amely az állambiztonságnak, azon belül a 3x3-nak is otthont adott. Végvári úrnak köszönheti azt az ország, hogy az úgynevezett Dunagét botrányban 89 karácsonyán megtudhatta, hogy javában folyik az ellenzék megfigyelése, a lejáratása, a bomlasztások, és ezeket az iratokat nagy tételekben megsemmisítik. Jót akartam a nemzetnek, hogy az a mocsok, amit csináltak a szocializmus ideje alatt, hát az napvilágra kerüljön, mert itt kimondjuk, hogy jogállamot építünk, és tovább folytatjuk mindazt, ami már törvénytelen. Ugye, amikor kezdődött az árjedés, már tudták, hogy ez a rendszer nem feltartható, akkor mindenki akart valamit csinálni. Mindenki. És jöttek a különböző szervezetek. Lényeg az, hogy ezek ne erősödjenek meg. Legálissá válnak a pártok? Na, de a bomlasztás, mivel mi vagyunk hatalmon, és azért mi eredményt szeretnénk elérni a kerekasztal tárgyalásokon, amelyek a választásokon a mi pozíciónkat erősít, hát ezek teljesen nyilvánvaló voltak, hogy ebbe a képletbe tartoznak bele. Rajtuk múlott, hogy milyen volt ez a 43 magyar év. A magyar népnek csak el kellett viselnie, és ebbe roppant bele a magyar társadalom. 25 éve, 1989. június 16-án temették újra Nagy Imrét és négy mártírtársát. A felemelő eseményre az ellenzék, az MSZMP és az Állambiztonsági Szolgálat is különös figyelemmel készült. Az utóbbi mindent bevetett azért, hogy az átmenet ne torkoljon forradalomba. A Hanvas Intézet dokumentumgyűjteményéből drámaian rajzolódik ki, alig volt olyan ellenzéki csoport, politikai alakulat vagy szerkesztőség, ahol ne állt volna rendelkezésre beépített emberek egész hada az esetleges radikalizálódás megfékezésére. Másként szólva, az elvtársak nagyon odafigyeltek, nehogy mások forgatókönyve szerint menjen végbe a rendszerváltás. Ez a langyos, békés átmenet, amit a párt is hirdetett, ugye, hogy július 16-ai újra temetés. A jellegét a temetésnek belső indítatás, tehát ne legyen ott semmi. Hát mindenki tükön ült ott a sarki házba, mert akkor az volt a MSZMP-nek a székháza, hogy mi lesz vajon, kiabálnak-e annyi ember ott a Hősök terén? Annyira féltek a tömegtől, mert ugye, hogy kezdődött 56 is. Intézkedési terv a Nagy Imre és társai temetése előkészületének biztosítására. A családtagok és a Történelmi Igazságtétel Bizottság az esemény kegyeleti jellegét kívánja biztosítani. Velük szemben az egyes szélsőséges társadalmi csoportok, elsősorban az SDS, a Fidesz és a Republikánus Kör a szertartás politikai demonstrációvá változtatására törekszenek. A Trójai Fedő nevű titkos megbízott, mint az SDS csoportjának egyik vezetője, befolyásolja a tagokat és Kőszeg Ferencet. Kocsis Lajos Fedő nevű titkos megbízott a sajtó felé kiszivárogtatja a Fidesz megosztott álláspontját. Az MDF választmányában tevékenykedő Erdélyi Miklós Fedő nevű titkos megbízott hangoztassa azon véleményét, miszerint az amúgy is feszült politikai légkört nem kell fokozni, a hatalmat nem kell irritálni. Amikor mi faragtuk a kopjafákat, akkor már lehetett tudni, hogy ebből balhé lesz, ha nem kértünk engedélyt senkitől, tehát az úgynevezett ellenzéktől sem, hanem elhatároztuk, hogy mi ezt megcsináljuk saját szakállunkra, egy nemzetközi felhívást tettünk közzé, összejöttek az adományok, és megfaragtuk. Hogy milyen szinten volt benne ugye az állambiztonság, mi erről keveset tudtunk, mert egyrészt nem is foglalkoztunk vele, meg hát nem láttunk bele a háttérjátszmákba. A 3x3-as csoportfőnökség 6. osztálya a korábban nyert tapasztalataik alapján kiemelt figyelmet fordít az enkönnyű művész csoport tagjainak tevékenységére. A temetést megelőzően figyelemmel kíséri a megjelentetni kívánt szórólapok tartalmát, példányszámát, a készítés helyét. Dr. Horváth József vezérőrnagy, csoportfőnök, 3x3. Thomas Lynch nevű amerikai utasattasé volt, ha jól emlékszem, nyilván CIA, és többször megkeresett bennünket, tehát a Krassót is, engem is, és másokat is, hogy álljunk el attól a tervünktől, hogy mit saját szakára akarunk csinálni, bármit is,
a Nagy Imre temetés kapcsán, mert hogy ez minden le van zsírozva. Kölcsönös nagyhatalmi tárgyalások voltak a háttérben, és nekünk nincs jogunk, hogy megzavarjuk úgymond az ünnepséget. Ők csinálták a 301 kopjafát a temetőbe, és ők voltak azok, akik nem kaptak a temetőbe meghívót. És akkor a Nagy Jenővel, meg még nem tudom kikkel, úgy döntöttünk, hogy akkor mi sem megyünk ki, nem szállunk fel a temetői járatra, és nem lobogtatjuk a VIP belépőnket a temetőbe. Köszönjük szépen, és akkor ott néztük, hogy a spiclik meg ott vannak fent a buszon. Mi meg ott lenn álltunk a Hősök terén. Aztán vártuk azt, hogy majd este tüntethetünk Rassóval, de aztán ez is meghiúsult. Az utolsó évnek, tehát a 89-es évnek a 3x3-as parancsnoki értekezletein. Állandó szó esik arról, hogy hát itt van a modellváltás. Érdekes egyébként, a rendszerváltás szót nem akarózik kimondani a hármas vezetőinek, még 90 elején is modellváltásról beszélnek, tehát hogy itt van a nyakunkon ez a modellváltás, és hát akkor erre kell adaptálni az eddigi gyakorlatot. Kerekasztal tárgyalásra ki, milyen, melyik tárgyaló partnernek viszi az anyagot, ugye ki a fejtinek, ki a másiknak, ki a harmadiknak. Azt gondoltuk, hogy nem lehet legitimációt adni egy kommunista rezsimben szereplő politikusoknak és vezetőknek, hanem őket bizony el kell tiltani a közélettől, vagyonelkobzás kell, akár csak a Nürnbergi per, később a Fidesz alá is írta a prágai nyilatkozatot, ahol kifejtik a kelet-európai egykori ellenzékiek, hogy bizony fontos lenne letárgyalni ezt, mert ez emberiség elleni büntett, amit csináltak. Na de mi lett a hálózattal? Sokat mondó az a jegyzőkönyv, amely itt mögöttünk a Falkmiksa utcában 1989. június 22-én a 3x3 osztályértekezletén készült. Horváth József a csoportfőnökség utolsó parancsnoka vezeti le, hogy hogyan kell megszerezniük a kulcspozíciókat a rendszerváltás forgatagában. Perdöntő kérdés, hogy az ő kezükbe legyen a rendszerváltás folyamatának az irányítása, tehát ne engedjenek felnőni olyan például pártokat vagy szervezeteket, ne engedjenek sajtóba kulcsszerephez jutni olyan újságírókat, akik egy radikálisabb vagy más irányú folyamatot képzelnek el. 90 és 94 között a Nemzetbiztonsági Bizottságnak hány besugója volt? 7. 6-7 a 13-ból. Hát most ne haragudjon, Nemzetbiztonsági Bizottságban, vagy olyan szemét nevezek ki a szolgálat élére, aki ott végzett, oda áll. Tény és való, hogy sokan vállalták. A különböző pártok meg megfizették. Országgyűlési képviselő lehetett sokáig, mikor hozták az átvilágítási törvényt 94-ben, az igazságnak pedig előbb-utóbb el kellene ám jönni. Maga a módszer sajnos ez tovább él. A politika használja ma is a dezinformációt, a mások stigmázását, ma is. Ez mind ebből a körből jött. Igazából olyan jó lenne nyílt lapokkal játszani. Sokszor valótlanságokat emel fel a média, olyan emberekről, akikről tudom, hogy nem voltak ügynökök, de sározzák mind a mai napig. Ez azért nagyon szörnyű történet. Ezt a keresztet, amely egy véres kereszt, hol hurcoljuk a hátunkon 25 évvel a rendszerváltás után, ez vicc, és nem is vicc, tragédia. Attól, hogy valaki leszerel a hivatalos szolgálattól, attól a telefonkönyve a notesze megmarad, a speciális kiképzése és ismeretei megmaradnak, a zsarolási potenciált jelentő információk megmaradnak, sőt, megmaradnak a kapcsolatok, a szolgálatok aktív tagjaihoz, akivel anno a hármas valamilyen osztályán együtt dolgoztak. Tehát azért ez egy nagyon komoly network. A hivatalos szolgálatokon kívül nagyon is voltak olyan emberek, akik tömörültek egy politikai csoport körül, és részt vettek ilyen típusú lejárató kampányok, bomlasztások, ügykreálásokba, hát abban én egészen biztos vagyok. Azért mondom mindezt, mert Mussolini következő száma nem a Yes együttes. Minden állom, minden. Nem módszerünk ez, hanem egy bizonyos értelemben. Ez az egyesség. És köszönetet mondok a tűzre. Nem akarok változni.
Ez óriási felelőssége lesz a tévének, meg a rádiónak. Mert olyan hangulatot teremt a tévé, meg az egész tömegkommunikáció, hogy ez lesz az eredmény. Mintha nekik lenne igazuk. Itt állok középen a sor közepén. Mint munkástanács elnök, a munkások képviselője, nem tudom hova állja. Nem fogjuk hagyni, hogy tönkre tegyétek az országot. Mi itt élni akarunk. Mi itt nem fogjátok csődbeni. Thank you.